Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy rövidke videó lesz. Az Oceana Audio vágó eszköz újdonságait szeretném bemutatni. Erről már volt szó, illetve maga a rendszer, a program értelemszerűen kényelmesen használható. De az utóbbi időben nagyon ráálltak a vizuális dologra. Nyilván nem csak vág az ember, hanem szeretne egy-két dolgot elvégezni. Mi ez? Nyilvánvalóan mindenki, aki esetleg látta a régebbi videót, vagy használta a régebben az Ocean Audio-t, ő neki feltűnik, hogy az ikonsorba rengeteg új ikon került. Most ne a nagyítás, kicsinyítés egyébre gondoljunk, mert az igazából van, kényelmes, de a hasznossága szerint ez a blokk nagyon kényelmes. Miről beszélünk? Vizuális eszközök kerültek bele. Mi az, hogy vizuális eszköz? A vizuális eszközzel effektív egy burkoló görbét, egy rajzolható, mozgatható burkoló görbét kap az audiósáv, és azt vizuálisan mozgatva tudjuk megadni az értékeket. Három olyan újdonság van, amire érdemes figyelni, ez a három többfele van osztva, de gyakorlatilag ugyanazt variálják, a három lehetőséget. Az első, a legfontosabb, hogyha kijelölünk egy részt, és ezt a vizuális beillesztést válasszuk, rákattintunk, kapunk egy burkoló görbét, azaz kapunk két darab vonalat, amit mozgatva tudjuk például a hangerőt változtatni, tehát ennek a szakasznak, amit kijelöltem, a hangerejét meg tudom emelni. Igen, ez így önmagában nem lenne túl érdekes, nyilvánvalóan, hogyha megfogjuk ezeket a fogó bizgentyüket, akkor ezeket is tudjuk mozgatni, tehát ilyen le, illetve felkeveréseket egy bizonyos szintű, azért mondom, hogy egy bizonyos szintű, mert vannak ennél komolyabb vágóeszközök, ahol ennél többet lehet csinálni, de azért halk hangosodik. Tehát vizuálisan be tudjuk állítani ezeket az értékeket, nem kell külön-külön egyéb programot használni hozzá, hogyha egy vágás után szeretnénk egy kicsit halkítani részben, föl vagy lefele kevergetni dolgokat. Azt hiszem, ez nagyon kényelmes lehet, mire tervezték egy bizonyos szakasznak a hangerejét, illetve hát a lefelkeverését meg tudjuk tenni villámgyorsan. A következő két darab eszköz a fade in, fade out, tehát a le és felkeverés, én az egyiket mutatom be, de gyakorlatilag mindenki meg fogja érteni, hogy ugyanúgy működik, mint az előző dolog, kijelölöd, hogy mit szeretnél hangosítani, tehát felvezetni halkból, hangossá, normál méretűvé felvezetni, bevezetni az adott sávot, az adott zeneszámot. Volt régebben ilyen, természetesen, csak a sokkal kevesebbet tud. A régi eszközök kikerülnek egy idő után, és ezek a vizuálisak lesznek bent csak kizárólag a rendszerbe, tehát érdemes lesz egy átmenet után megszokni a dolgokat. Hát nézzük is meg, miről beszéltem. Gyakorlatilag mindenki tudja, egy felvezetőt kaptunk, és azt tudjuk mozgatni, illetve, hogyha erre rákattintunk, különböző típusú, különböző karakterisztikájú felvezetéseket fogunk kapni, hasonlóképpen a levezetéseknél, meg egyebeknél. Gyakorlatilag azt hiszem, mindenki látja, hogy egy picit felhangosodik, lehalkul, és utána kapja meg a teljes hangerőt. Ennél, amit beállítottam, de hát válogathatsz olyat, ami éppen neked tetszik. Exponenciális, lineális és egyéb megoldásokat tudunk variálni, illetve, hogyha megfogjuk, akkor hosszabbítani, kicsinyíteni tudjuk ezt a felvezető részt. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kényelmes megoldás. A másik megoldás egy átvezetésszerű, valahol kijelölünk valamennyit, és utána ezt beletesszük. Egy átvezetés összehúzza a két hangsávot, illetve a két hangdarabot, a két klipet, és így egymásban szépen lehet átvezetésszerűen hallgatni. Itt is be tudsz különböző gondolatokat állítani, ami a karakterisztikát adja. Szuper, hogyha két sávot egymás mellé teszel, és úgy egymásba akarod átkeverni az átmenetet. A másik átmenet hasonlóképpen nagyon egyszerű, le-felkeverés, átkeverés, illetve ilyen átmenet. Nézzük is meg, miről beszéltem, kijelölök egy sávot, egy részt. Mondjuk ez lesz az első vége, ez pedig a másodiknak a vége, és szeretném az Y átvezetést betenni, látható, lehalkul és felhangosodik. Annyiba tér el az előzőtől, hogy nem tolja egymásra a két számot, tehát nem átkeveri, hanem lekeveri, felkeveri.
nagyon kényelmes, szintén különböző karakterisztikák vannak, erről igazából nem lehet többet mondani, mindenki kipróbálja, hogy az ő fülének, ízlésének ez vagy melyik a lineális, a exponenciális, meg a pár darab változtatás, az melyik fog neki jobban tetszeni, láthatóan azért tudsz változtatni, variálni. Véleményem szerint ez egy kellemes újítás, azt az 5 percet, amit erre a megtekintésre szántál, biztos vagyok benne, hogy nem elvesztegettük, hiszen ezzel kényelmesebbé tudtuk tenni az Ocean Audio audiovágó eszközünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!